Világszerte minden évben május 12-én tartják az ápolók nemzetközi napját, hiszen 1820-ban ezen a napon született Florence Nightingale, az ápolóképzés kiemelkedő alakja, aki a krími háború idején a törökországi brit katonai kórházban megszervezte azt, hogy megfelelő higiénis körülmények között szakszerűen ápolják a sebesülteket. Hazatérve hősként tekintettek rá, a róla elnevezett nővérképző pedig 1860-ban nyitotta meg kapuit. Ő fogalmazta meg azt, hogy az ápolónő munkája háromszoros érdeklődést kíván, szellemi érdeklődést az eset iránt, szívbeli érdeklődést a beteg ember iránt, szakmai érdeklődést a gyakorlati munka technikája iránt. Ezek az alapelvek a mai napig kell, hogy jellemezzék az ápolók munkáját, akik nélkül a gyógyító munka elképzelhetetlen az egészségügyi intézményekben. Ápolók nélkül félkező óriás vagyunk, tehát hiába van ott az orvos, hiába van ott a műtő, hiába van ott minden, hogyha nincsenek ápolók, akkor ez nagy problémát jelenthet számukra. Az ápolók, a szürke eminenciások nagyon sokszor, akik, hát hogy mondjam, a betegtől betegig menve ápolnak bennünket. Nélkülök tulajdonképpen egy egészségügyi intézmény nem tudna működni. Nagyon fontos a munkájuk, nagyon elhivatott és nagyon, hát hogy mondjam, belső indítatásból kell, hogy ez az ápolói szakma tehát tudjon működni. Én azt gondolom, hogy a szeretet, ami ezekben az emberekben benne van, ez az a nagyon komoly motiváló erő, amin őket túl tudja lendíteni a mindennapi problémákon. Az ápolók nemzetközi napja alkalmából a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kórházak és egyetemi oktatókórház vezetése köszöntötte az ápolókat és elismerte azt az áldozatos tevékenységet, amelyet a nap 24 órájában az év 365 napján gyakorolnak az intézményben. A Józsa András Kórház 30 ápolója vehetett át elismerést az ünnep alkalmából. Közülük sokan több évtizede az egészségügyben dolgoznak. Az egész életem benne van, nagyon-nagyon szeretek betegekkel foglalkozni, nagyon szeretem a kollégáimat, úgy érzem, nagyon sokan ezt a kitüntetést megkaphatnák, és sajnálom, hogy csak ennyien kaptuk meg az osztályról, de tényleg az egész életem benne van. Magyarországon az ápolóképzés egyik legkiemelkedőbb alakja Kossuth Zsuzsanna, aki az ország első főápolónője volt. Az ápolói hivatás hitvallását a következőkben fogalmazta meg. Egy legyen bennünk az akarat, felkeresni a szenvedést és enyhíteni azt. Születésnapját február 19-ét a Magyarországgyűlés 2014-ben a Magyar Ápolók Napjává nyilvánította, így az egészségügyi dolgozóknak kétszer köszönik meg egy naptári évben segítőkész munkájukat.